No, szervusztok, szavaztok, szavaztok, cső mindenkinek. Hát, tegnapi nap folyamán megjelent az Aurora Shores nevezetű DLC, itt a Way of the Hunterben. Közben ott szaladnak a zavelt elkek. Ez egy alaszkai pálya. Igazából 18 féle állatfaj található rajta. Vannak új állatok, ilyen karibú, alaszkai, jávor, teljesen más agancsot kell elképzelni, mint a megszokottakat. Sitkaszarvas, van kétféle medve, szürke róka, vörös róka. A madarakból is került be egy új fajta. Sok van bölény. Tehát majd úgy is meglátjátok. Kicsit előre haladtam már. Ugye ez a mapka kapott egy új vadász karaktert, egy nő személyében, tehát egy női karakterünk van. És hát ugye kapott egy sztorit. Tehát ugye van sztori ezen a mappon. Hát először nyilván gondolom a madarakkal kezdünk. Vannak itt még ilyen külön taskbook. Hát ez valami förtelem. Ja igen, is bekerült a crossbow. Hát én még nagyobb állatot nem lőttem bele. Úgyhogy én nem tudok nagyon véleményt mondani. Azt mondják, hogy egyelőre nem alkalmas még vadászatra. Hát majd leteszteljük. Le fogjuk tesztelni. Hát igazából nem egy étszejtően nagy map. Szerintem nagyjából akkora, mint... Nem. Szerintem kisebb, mint az előző két map. Kisebb, igen. Kisebb, mint az előző két map. Viszont nagyon tele van, tényleg tele van állattal, tehát sok állat van.